A Hardy Alfa Evo fülke kialakításánál elsődleges szempont volt a kezelők kényelme, a funkciók felhasználhatósága, elérhetősége, és nem utolsó sorban a kezelők biztonsága. A háromoszlopos technológiának köszönhetően közel 330 fokos kilátást biztosít a fülke. A fülke egy alacsony zajszinttel rendelkezik. Egy aktív karbonszűrővel ellátott fülkéről beszélünk, ami párosul egy túlnyomásos rendszerrel, amit a gépkezelő aktiválni tud egy gomb segítségével. Az aktiváció után a fülke egy 4-es biztonsági kategóriás szintbe lép, ami megakadályozza a por és a növényvédőszerek bejutását a fülkébe, ezzel is biztosítva a kezelő védelmét. Természetesen rugózott a kabin, két légrugó biztosítja a kabin rugózást, terhelés arányában állítható légrugós ülés található a fülkében. A kormányoszlop a két csuklópontnak köszönhetően, akár magasságban, akár pozícióban, teljesen a gépkezelőhöz igazítható egy pedál lenyomása segítségével. Az elsődleges kezelőszervek a kartámaszba vannak beépítve, mi ezt spray centernek hívjuk. Ebben a kartámaszban található például a szelektor, a menetelőválasztó gomb 4 külön funkcióval, a keretnyitás funkciónak a kapcsolói, a légzsák funkciók, de itt aktiválhatók a különböző opciók is a gépen. Az összes hidrolika és folyadékrendszer működtetéséhez szükséges kapcsoló, amit a gépkezelő munkaközben használ, a menetelőkarba, a grip kapcsolóba van beépítve, ezzel is csökkentve, hogy bármi elvonja a figyelmét a permetező munka közben. Ugyanezt a célt szolgálja például a padlózatba beépített őszkerék kormányzás taposó kapcsolója, vagy a diflok kapcsoló, differenciálzál kapcsolója. Természetesen itt található a fék és a gázpedál is, például a gépkezelő egy kis vezérlő monitor, dampfos monitor segítségével kiválaszthatja, hogy a gázpedált vagy éppen a menetelőkart szeretné használni, akár közütőmonolás, akár munka közben. A másodlagos funkciók ilyenek, mint lámpa, munkalámpa, vagy az elektronikusan szabályozható klímaberendezés kezelőszervei a fej fölött vannak elhelyezve, és itt található az előbb említett túlnyomásos rendszer kapcsolója is.